Sebők Sándor és felesége átélte a 2006-os borzalmakat. Szeptember 17-én, miután kiszivárgott Gyurcsány Ferenc az MSZP zárt balatonöszödi frakció ülésén elmondott beszéde, a rendszerváltás óta nem látott méretű tüntetés sorozat vette kezdetét. A rendőrség diktatúrákat idéző, megfélemlítő akcióinak több mint 200 súlyos civil sérültje volt. A Civil Összefogás Fórum Vérbefojtott Szabadság című Sándor kiállítása a múltat idézi fel a dombóvári házaspárban. Nem tudna mondani, ő személyesen ott volt, én meg itthon izgultam. Úgyhogy voltam előtte, hogy nyilvánosságra került a beszéd, akkor itt szervező, önkéntes szerveződés alapján a múzi előtt voltak ilyen tüntetések, és a városba körül mászkáltunk, és tiltakoztunk a Gyurcsány ellen, és akkor a nejem elment föl a Fidesz nagygyűlésére, és így ismeretes, hogy ott ilyen események történtek rá, hozták a lovas rohamot a tüntetőkre, úgyhogy nagyon szerencséje volt a nejemnek, hogy sikerült áttisztani minden különösen károsra. Érezték egy-két helyen a füstgáznak a szagát, de sikerült nekik áttisztani. Úgyhogy szerencséjén múlott, hogy megúszták. A fiatalok közül kevesen hallottak az akkori történésekről. Vidéken ráadásul nem is voltak olyan véres események, mint a fővárosban. A Vándor kiállítás célja, hogy felhívja a figyelmet a magát demokratikusnak nevező baloldal szabadságot eltipró akcióira. Az igazságot tudják meg mindenről, és a történelemnek azokat a pillanatait, amit soha nem kívánunk vissza, és ők is ezt éljék át, tehát ne csak beszéljünk róla, hanem a kiállítás anyagán keresztül átélve meggyőzhetők arról, hogy ilyet nem szabad és nem lehet soha elfogadni. Ezt előkészítették a történettanáraink, és így megtudhatták azt, hogy igazán nem csak jöttek, hanem tudják, hogy miért vannak itt. A Vándor kiállítást Potápi Árpád János országgyűlési képviselő nyitotta meg Dombóváron. Azért tartom fontosnak, mert 2006-ban olyan események zajlottak Magyarországon, amelyet soha nem engedhetünk meg, hogy még egyszer megismétlődhessenek, hiszen az akkori kormányzat gyakorlatilag minden nap, minden este a tüntetőkre támadt, akik azért tüntettek egyébként, mert beigazolódott az, amit egyébként mindenki sejtett, hogy évek óta hazudik a kormány, és amit nekünk elmondanak, az egyszerűen nem igaz. Így nyerték meg a választásokat, országgyűlési választásokat is. Aztán a gyurcsányi beszéd, az összödi, úgynevezett összödi beszéd kikerült, és amikor ezt a beszédet a rádiók lejátszották, akkor gyakorlatilag aznap este már megindult a tüntetés hullám. Ennek a csúcspontja 2006. október 23-a volt, amikor a békés megemlékezőket, illetve a tüntetőket egymásnak terelték, és lovasrohammal, rendőrsortűzzel gyakorlatilag ütöttek, vágtak mindenkit, akik a forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára mentek fel Budapestre, mentek fel békésen emlékezni. Hozzáteszem, hogy egyébként a tüntetők is békés módon tüntettek, és nem árt, hogyha erre visszaemlékezünk, annál is inkább, mert a gyerekek nyilván nem emlékezhetnek erre, mert nem is éltek még akkor, de jó, hogyha látja és tudja mindenki, hogy mik zajlottak akkor. A Vándor kiállítás dombóvári megnyitója után a térség országgyűlési képviselője a középiskolásokkal együtt szállt fel a kamionra, és magyarázta el nekik a 2006-os eseményeket.